A közoktatást körülvevő anomáliák komoly tanárhiányt okoznak, így az oktatási intézmények momentán mindenki tártkarokkal várnak, akik a nem kimondottan kecsegtető árenda ellenében vállalják az ifjúság okítását. Kvázi bárki bármit taníthat, a magyar nyelvtant például egy műkörmös. Na, Halika, Gyöngyi vagyok, a új magyar tancsi. És a mai órikán már is a szófajokkal fogunk dolcsizni. Léci, 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 nyissátok ki a könyvikéket a 53. oldalon. És az első feladat azt mondja, mi van? Csoportosítsd a szófajokat a alábbiak közül. Kerek, mókus, mókuci, neki, körülbelül, telefonál, telcsizik, meg hogy bonyolult. Ja, értem, hogy ez egy bonyolult feladat. Hát tényleg hülyeség, figyeljük, akkor ezt hagyjuk, mert én se értem. Na, akkor mik is azok a szófajok, mondjuk főnév, például főnök, főzés, főbérlő, az ugye főnév. Akkor van a névmás. Névmás az az, amikor valakit nem úgy hívnak, hanem máshogy. Tehát nem Gyöncsi, hanem Barbie. Tehát a név más, meg ugye van a melléknév, ami ugye nem olyan fontos, például mondjuk, hogy Timi Cicó. És akkor ott van a határozó szó, tehát hogy de mondjuk fogyizni akarok, és igenis megcsinálom. Tehát ugye elhatározom, hogy lefogyikázok. Azt mondja, van még a igenév. Ja igen, a Bari nem szokta mondani, hogy igenévi vagyok, és akkor meg vannak még a viszonyszók, tehát hogy a Évi meg a Zoli most járnak, ugye az a viszony, hogy járnak, meg viszony van. Na, akkor a jövő órán felelünk, felcsizünk, és a kapott osztályzatokat mindenkinek a körmére festem, addig puszisák, Halika! Fizika órán nyilván egy villanyszerelő fog megjelenni, hogy gyerekek, ne haragudjatok, most nem tudok órát tartani, még kicsit el vagyok itten csúszva, mert jégpályán dolgoztam. Ne, csúsztam. Most itt. Na, akkor most nem csinálunk semmit, ma nem tanítok, csak ránézek, hogy milyen itt ez a kedves 7. B-osztály, és akkor ma jövő héten pénteken este felé majd úgy jelentkezek, jó? Majd csörgök mind a kígyó, jó? Hogy mikor jövünk. Ellenállásról fogunk tanulni, a ellenállás mértéke az attól függ, hogy mennyi előleget kérjünk el a kedves megrendelőtől. Ha ellenáll, akkor a legfontosabb a áramerősség, mert mindenkinek elmondja, hogy nekem az áram az erősségem, mert olcsó dolgozom, minőségbe kis kezi csókom. Mindig hozzáteszem, hogy 100 ómos vagyok, mert nekem nem lehet ellenállni. No. Így szoktak többet röhögni a kollégák rajtam. Na, mindegy, kicsöngettek, nekem némi előleget ti itt most, és akkor majd ráértek odaadni a többit akkor, amikor majd jövőn megint. Nem lesz drága, majd kiskezi csókolom, szóval. Na most matek tanításra azért egyre nehezebb munkaerőt találni. Erő viszont van, egy BMW-s pénzbehajtó matekozik. Na, akkor figyelj, ki kéne számolni, hogy háromszor a külső szögeinek a összegét. A belsőt nem kell, mert csak a külső a fontos, hogy nézel ki, érted. Na, akkor nézzünk inkább egy másik feladatot, mondjuk szöveges matek példa. Figyelj, olvasom. Miló melózik, Sziszi és Fuszi Évit keresik, míg Attila és Lulu együtt vannak a villába. Kérdés, hány centi hosszú Miló gerendája, ha ismerjük Mónika pinkódját? Most ebből mit tudunk, ugye, hogy Nóci, Ucival kukolja a cunci nunciát, igaz? Ki tudja a megoldást? Jaj, te ne tegyed már föl a kezedet, ha nincs rajta tetkó, hülye gyerek, ne dumáljál vissza, csavargyárba anyázzál, jóval? Basszus, elment az idő. Na, akkor feladom a házit. Mondom a házit, ez is szöveges, figyeljé. Egy BMW-s elindul A-ból B-be, ugyanakkor egy Merjós elindul B-ből A-ba. Hogy jutnak el A-ba, illetve B-be, ha egyikük se ismeri a betűket? Na. Szorgalmi feladat, szépen otthon mindenki körberajzolja a legjobb haverját.
Na, akkor ennyi órának vége, délután lesz lakásmafia szakkör, várok mindenkit, csákány. És végül, hogy ez nem maradjon ki, angol órára a legmegbízhatóbb üzletembert hívnánk, hello, good morning. This is English óra, heted zenél. I am Louis. I am origin from Törökszent Miklós, de now I Budapesten live. No. I am logisztikus koordinátor és marketing developing consultant coach. I am... Mely? I am jelenleg értékesítési menedzser on Nagykörút. Parfüm, tablet, napszemüveg, galaxi, minden van. Everything is. Az azt jelenti, hogy minden van. Na, azt mondja, olvassuk el a párbeszédet itt, amit mutatok. Figyeljé tehát. Hello, I am John. Hi, I am Peter. Hello, boss. Good iPhone, not interesting. Buy it or meet my family. Angolban nagyon fontos a szövegértés, tehát azt mondom, hogy meet my family, tehát hogy ismerd meg a családomat, akkor azt a szöveget nagyon ajánlott érteni. Legfontosabb szavak a mindennapi életben. Hello, my lord, az a szia, uram. Interested, érdekel. Not interested, nem érdekel. Buy it, vegyed meg fele. Brother, testvér. Nice woman, come back. Szép asszony, jöjjön vissza. Original, a eredeti. Not cameo, az nem kamu. Let me die, halljak meg. Ray-Bac, az a napszemüveg. Versace Gucci, az meg a parfüm. Tablet, az tablet, azt tudjuk, nem? Na. Pay now, tomorrow be here. Fizessé most, hónap legyél itt. Na, ezekből a következő órán felelünk, aki ötös szeretne, most kifizeti, és holnap beírom. Goodbye.